A Dunaparti sétányon található 36 gesztenyefa helyi védettség alatt áll, még az 1900-as évek elején ültették őket. Külön kezelést igényelnek elsősorban a korhadás ellen, de még így is előfordul, hogy nagy vihar esetén egy-egy ág letörik. Pár nappal ezelőtt egy korhadfának az egyik méretesebb ága letört, ezzel kártéve egy másik fában is és egy köztéri padban. Mindenképpen szeretnénk megtartani, a korhat fát szeretnénk visszavágni, és tulajdonképpen azáltal megépítjük, és hát a másiknál is a visszavágás történik, és a sebeket pavédő krémmel kell kezelni. Azt is meg kell oldaniuk, hogy a víz ki tudjon folyni a fákból, így a nedvesség hatására a korhadás ne terjedjen el még jobban. A város kertészeti költsége mintegy 70 millió forint, aminek részesei az érintett fák is. Az utcai bútorok javítását, amivel beletartozik a megrongálódott köztéri pad is, a DC Dunakon Plusz Kft. Végzi. Egy komplett új padnak az elkészítése kb. 100 ezer forint körüli nagyságrend. Ebbe bőven bele kell, hogy férjen, mert talán azok a szerkezeti elemek, amelyek része a padnak, menthetők, tehát nem teljes körű, tehát nem új padot kell kihelyeznünk, hanem javításra. Én azt gondolom, hogy 100 ezer forinton belül lesz ennek a költsége. Az ügyvezető hozzátette, a kollégáim a lehető legrövidebb időn belül kijavítják a köztéri padot a sétányon, amit aztán ismét birtokukba vehetnek a lakosok. Ezen felül azt is elmondta, a viharkárok nem annyira jellemzőek, inkább a szándékos rongálások.